hívják, hogy... Mi már adásban. Jó reggelt önöknek, hogyha most ébredtek. Rubavszky Györggyel beszélgetünk itt, a KDNP frakció vezető helyettesével. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Hát alapító tagja a KDNP-nek, még 1989-ből. Igen, így igaz. Akkor egy nagyon markáns és nagyon egyéni hangú pártot terveztek. Ez megvan még? Hogy érzi? Hát ugye az összes rendszerváltó pártot a vihar egy kicsit megtépázta, ez a megtépázás, ez ránk is jutott, 95-től egészen 2002-ig komoly problémák voltak a KDNP-ben. Akkor kizárták, aztán visszavették, amikor helyreállt a törvényes rend. Hát igen, szóval gyakorlatilag nem visszavettek, hanem a legfelsőbb bíróság törvényességi felügyelete során hozott határozata alapján kellett kiírni az új választást. A KDNP-n belül megvolt az új tisztújítás, és az első tisztújítás alapján született országos választmányi döntés volt az, hogy mindenkit, akit jogellenesen ebbe az inkriminált időszakba kizártak, azt automatikusan visszavették a pártba. Ami ki volt zárva, addig a Fidesz tagja volt, úgyhogy tulajdonképpen most ez a pártszövetség, ez teljesen testre szabott. Igen, de ugye amikor ki voltam zárva először, én a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség színeibe, de a Fidesz frakcióba képviselősködtem. Ugye ez úgy kezdődött, hogy a Fidesz vagy a KDNP frakcióval az akkori elnök egy-két emberrel kilépett, ez Gici György volt, és ezzel megszűnt az akkori frakció. Ugyanaz történt, mint ami most látszik kirajzolódni az LMP színeivel, csak azzal a különbséggel, hogy a pártelnök lépett ki a frakcióból, és így akkor mi függetlenek lettünk, aztán a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség csoportosulása, mint egyesület folytán maradtunk ment a politikában. Ha már az LMP-t szóba hozta, tud arról a sajtópletykáról valamit? Nem. Hogy esetleg Schiffer a... Honnan tudja, mit akarok kérdezni? Nem tudom, de sajtópletykát nem hallottam. De hát hátha igaz. Igen. Tehát tud arról valamit, hogy Schiffer Andrásék azt kezdeményezik, a megmaradt LMP frakció, hogy esetleg önökkel valamiféle megállapodás szülessen arra, hogy ők frakció maradhassanak akár a házszabály módosítása által is. Felmerült ez valahogy? Arra. Én erről nem hallottam. Na, akkor majd jön Schiffer András, őt jó, is megkérdezem. Hát nyilván. Bekerül az alaptörvénybe, hogy csak a házasság és a szülő-gyermek viszony jelenthet családi kapcsolatot. Ez ugye az Alkotmánybíróság decemberben túl szűk körűnek ítélte ezt a meghatározást, így aztán az alaptörvény része lesz. Ez így gömbölyű? Egy pillanat. Az Alkotmánybírósági döntés alapvetően azon az alapon született meg, hogy ennek nincs alkotmányos alapja, mint ahogy számtalan eljárásjogi probléma miatt megszüntetett átmeneti rendelkezéssel, most ez is bekerül az alkotmányba. Ennek a alaptörvényben jelen pillanatban is megvannak az alapjai, csak nincs így kimondva, mert az alaptörvény tartalmazza, hogy Magyarország támogatja a házasság intézményét, a családot, mint társadalom alapító egységet. Tehát ez gyakorlatilag van, és csak nem volt kellőképpen kibontva ezt, akkor a családvédelmi törvény bontotta ki először, hangsúlyozom, először, mert eddig ez sehol nem volt definiálva, és az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ez a törvény kvázi alkotmányos felhatalmazás nélkül túl szigorú, és ezért semmisítette meg. Tehát gyakorlatilag vissza kellett jutnunk a KH-hoz, elkezdeni ennek a megállapításnak az alapjait lerakni, és most erre került sor, de hozzáteszem, hogy ennek az alaptörvény módosításnak a szellemében született meg a polgári törvénykönyv tegnap este. Úgyhogy ez a kettő már teljesen azonos szinten áll. Az, hogy ez a hajdanában Gránit Szilárdságúnak mondott és díszkötésben szétküldött önkormányzatoknál az alaptörvény asztalára kihelyezett, iskoláknak eljuttatott alaptörvény folyamatosan módosul, ugye most negyedszer tervezik módosítani. Ez nem csalódás? Mert ugye nem így tervezték, ez nyilvánvaló. Nem így tervezték.
az volt az átmeneti törvénynek, az alkotmánynak is, és az átmeneti törvény is kimondta, hogy ez alkotmánnyal azonos törvény. Ezt az eljárás jogi szabályt nem fogadta el az alkotmánybíróság. Gyakorlatilag, ha az alkotmánybíróság ezt az álláspontot elfogadja, akkor az eredeti elképzelés változatlan. Na jó, de hát azért ezek az átmeneti rendelkezések, ezek sok esetben ilyen hirtelen jött ötletnek is tűntek. Tehát nem kifejezetten az alkotmányba illeszkedő olyan gondolatnak, ami mondjuk 100 évig fennmarad ebben a változatlan formában. Hát éppen az volt a problémája az alkotmánybíróságnak, hogy nem átmeneti intézkedéseket tartalmaz, hát hanem végleges intézkedéseket. Végleges, de ötletszerű intézkedéseket. Tehát most ez a lásd most a hallgatói szerződés. Ugye ellenállnak a hallgatók, ellenállnak a kerekasztalnál ülő különböző szervezetek, tehát akkor beírjuk az alaptörvénybe. Szóval azért én nem akarok belemenni ebbe a hallgatói szerződés dologba, de nagyon kíváncsi lennék a lakosság esetleges közvélemény kutatására, hogy a hallgatói szerződést támogatja a lakosság, vagy nem, vagy a lakosság önként azt szeretné, hogy a hallgatók ingyen szerezzenek Magyarországon diplomát, majd vegyék a kalapjukat, és a saját hasznuk érdekében 4-5-szörös jövedelemért dolgozzanak. Én nem vagyok a lakosság, csak egy közülük. Én azt gondolom, hogy szerezzenek ingyen diplomát, dolgozzanak itthon sok pénzért, annyi pénzre, amennyiért bárhol máshol a világban dolgozni tudnak, és éljenek olyan nyugodt anyagi körülmények között, mint bárhol máshol a világban ilyen diplomával. Tökéletesen egyetértek önnel. Szerintem a lakosság ezt gondolhatná. Én azt mondom, hogy ha itthon dolgoznak, és az itthoni jövedelmük, a lakosság többi részének a jövedelme arányában szintén sokkal alacsonyabb, mint a nyugat-európai, vagy esetleg külföldi munkavállalás esetén lévő bér, és ők ebből a pénzből bizonyos összeget szíveskedjenek visszafizetni azért, mert az itt maradottak abból az alacsony jövedelemből eltartott egyetemekbe szereztek nekik diplomát. Tehát ezt én egy kicsit úgy érzem, hogy ők egyoldalúan kívánják az 0 forintért megszerzett diploma hasznát egyértelműen a saját zsebükre rakni, ahelyett, hogy lenne egy ilyen megoldás. Mert én szerintem minden további nélkül elképzelhető az, hogy úgy megy ki Angliába, vagy úgy megy ki Németországba orvosnak, hogy tudja azt, hogy a jövedelmének a 11 vagy 12%-át vissza kell képviselő, építeni. Tudja, mi a baj? Hogy ezek az emberek nem akarnak kimenni. Ezek az emberek azért mennek ki egy diplomával a hónuk alatt, mert nem élnek meg itthon, vagy nem találnak megfelelő de munkát. De elnézést kérek, ez mióta probléma itthon? Hát azóta, amióta tömegesen mennek. Hát nem azóta probléma, mert az alacsony színvonal és az alacsony jövedelmi viszonyok sokkal régebben alakultak ki Magyarországon, és ennek sajnos a második világháborúig vissza lehet vezetni a gyökereit. Jó, hát most akkor nézhetjük azt is, hogy 56-ban kevesebben mentek el Magyarországról, mint az elmúlt pár évben Matolcsy György a forrás. Azt én kétségtelen, ezt én így elfogadom, de 56 után egyetlen külföldi se jött Magyarországra, és tessék megnézni, én Budán lakom, francia és angol kolóniák vannak Budapesten. De örülünk, nem? Én örülök neki természetesen, de nem csak egy oldalú utazás van Magyarországról kifelé, de a franciákat bünteti a francia állam? Azért, hogy az önök szomszédjában laknak? Nem. Nem, de azt megkérdezem, hogy Franciaországban van ingyen egyetem? Amerikában van ingyen egyetem? Van egy nagyon jelentős ösztöndíjrendszer van, ami biztosítja ezt. Igen, de az amerikai egyetemi rendszerben az állami egyetemeknek a diplomáját szinte sehol nem fogadják el, és azok a diplomák, amelyeket Amerikában jegyeznek a cégek, hogy na ő itt végzett, vagy ott végzett, azok az egyetemek kegyetlen magas tandíj alapján oktatják a hallgatókat. És egy nagyon jelentős ösztöndíjrendszerrel megtámogatva. Egy pillanat, én egyébként ezzel kapcsolatban azt vallom itthon is, hogy én azt csinálnám, hogyha ebbe dönthetnék, az én diplomám sajnos 40-valahány éves, ha dönthetnék, hogy mindenkit ingyen beiskoláznék,
első fél évben mindenki leteszi az első vizsgáit, a 4,2-4,3 fölötti tanulmányi eredménnyel lehet végezni tovább az egyetemet ingyen, 4,3-tól 3-asig, mit tudom én, milyen rész, és a többiek még többet fizetnének. Ez nagyon érdekes, mert ez majdnem ugyanaz, mint a szocialisták elképzelése. Ugye a szocialisták oktatási tervében az, hogy az első év ingyenes, és onnantól kezdve a tanulmányi eredmény határozza meg, hogy ki fizet, ki nem. Hát majdnem ugyanezt mondja. Egyébként az egész rendszerünk ebből áll, hát azért gondolkodunk. De azt mondja, hogy ha ezt tenni, ha dönthetne. De hát dönthet. Nem, én azért ebben nem vagyok szakpolitikus. Itt ez nem olyan, hogy egy jogász ötletel az felső oktatás terén. Na de hát az oktatási ügyben pont a KDNP az, amelyik Hoffmann Rózsa által erősen jelen van. De nincs hatásuk Hoffmann Rózsa elképzeléseire? Ha a KDNP elképzelései érvényesülnek ebben? Napi rendre kerül ez a kérdés. Nyilván, hogy ki fogom fejteni ezt az álláspontomat. Még azért a frakción belül nem, mert a frakción belül még olyanok vannak napi rendben, amik a e heti programnak, meg a jövő heti programnak a részei. Hát pedig a felsőoktatás még nem. Nem tudom, ki nézette tegnap az utcára, de ez a napi rend része kéne, hogy legyen, mert hát rengetegen vonultak az utcán a fiatalok. Este 10-ig ültünk bent az országgyűlésben. Úgyhogy. Ma is így lesz, ma mi lesz a program, és hogy készül rá? Hát ma a program úgy kezdődik, hogy reggel lesz ez a költségvetési módosítással kapcsolatos szavazás, lesz egy részletes vitára bocsájtás, és akkor utána jön a bírói, vagy igazságszolgáltatási ágazati nyugdíjjal kapcsolatos rész, akkor a jogsegélyek, akkor a kisvállalkozások, elég hosszú. Hosszú nap lesz? Hosszú. Figyelemmel kísérjük. Köszönöm, hogy eljött. Szépen. Köszönöm.